Javában tart a Tündérkert című magyar történelmi politikai thriller forgatása. A felvételi munkák felén már túl van a csapat, a 8 részes sorozat várhatóan jövő ősszel kerülhet képernyőre. A thriller Moritz Zsigmond Tündérkert című regényét dolgozza fel, a Megafilm és az MTV a közös produkciója. Az alkotók célja egyébként az is, hogy a magyar történelem közelebb kerüljön a fiatalokhoz. Figyelj, próba! Próba, figyelj! Háttér! A füstgép bekapcsolva, a színészek a helyükön, foroghat a kamera. Zajlik a munka a Fóti Film Stúdióban. A Tündérkert című magyar történelmi politikai sorozat készül. A környezet és a történet is a 17. századot idézi. Az alkotók mindent a legapróbb részletekig kidolgoztak. Az alapos kutatómunka eredményeként a filmben kórhű ruhák, hátterek jelennek meg, de még az étkezési szokásokra és a szitokszavakra is odafigyeltek. A Tündérkert cselekményének Moritz Zsigmond három kötetes Erdély trilógiájának első része adta az alapját. A sorozatban a 17. századi Erdély politikai és társadalmi világa elevenedik meg, szerelemmel, intrikákkal és csavaros fordulatokkal átszőve. A készítők a fiatal korosztályhoz is el szeretnének érni. A múltunk közelebb hozzuk a mához, és ezt nem azért tesszük, mert imádjuk a múltba révedést, hanem ezt a jövő számára készítsük. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan jövünk, ahhoz, hogy körülbelül sejtsük, hogy merre megyünk. A sorozat forgatása nyár óta zajlik. A producerek Helmeci Dorottya és Kálomista Gábor. A rendezői székben Madarász Isti ül, aki arról beszélt, egy 100 éves regénytől talán sokan egy ózsdi történetet várnának, de a Tündérkert meglepően drámai és csavaros. Nagyon meglepő, nagyon fordulatos, néha nagyon gonosz. Szóval nem szépelgő, meg nincs leöntve egy olyan mázzal, ami lehet, hogy sok embert így eltolna magától, hanem azt mondjuk, hú, ez tényleg ilyen volt, és hú, ez tényleg ilyen volt, akkor engem érdekel, hogy milyen van a mi történelmünk. A történelmi politikai sorozata Megafilm és az MTV a koprodukciója. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója arról beszélt, a közmédia szeretne minél több hasonló alkotást műsorra tűzni. Egy úttörő kezdeményezés a jelenkori közmédia életében, és azt várjuk egyébként, hogy az NFI az nagyon sok ilyen televíziós sorozatot és tévéfilmet fog finanszírozni, hiszen mi nyitottak vagyunk arra, sok felületünk van, hogy ezeket sugározzuk, hiszen szerintem nagyon fontos tényleg a történelem bemutatása és a kultúránk ismertetése. A Tündérkert összesen 8 részből áll majd. A televíziós premier 2023. szeptemberében várható. A sorozatot a közmédia nézői láthatják majd először.